Oké, sziasztok, srácok! Egy kis feliratkozó embernek, aki nagyon-nagyon kedvesen méltatott ő neki a kvázi kommentjére szeretnék így most reflektálni. Itt, ahogy hívják, tehát itt van az előzmény. Írja, hogy nagyon szimpatikus, tiszteletre méltó, értékes ember vagy, egy kincs Isten, Jézus Krisztusban értetjük meg, aki látott engem, látta az Atyát, az egyesén egyik vagyunk. Többi erről van szó, tehát tipps, és írja, hogy szívből ajánlom neked Satántól, igyekszem segíteni valláskárosultaknak. Én mindenki egyházat kritizálom, stb. Az egyház ugyanis nem Isten, a vallás pedig nem hit. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó, nagyon tetszik ez a megközelítés. Igen, itt ugye válaszolok, stb. De ugye megnéztem a csatornán, és láttam ott egy ilyen videót, ahol ugye azt mondja, hogy, vagy, hogy miért nem lakos a Föld, vagy valami ilyesmi. Most ez ügyben ugye elkezdtem nézni, és hát rögtön láttam, hogy itt igazából nem érvek, nem jó érvek hangzanak el, ha egyáltalán érveknek lehet nevezni ezeket. Úgyhogy ezért ezt így finoman így próbáltam ezt élezni, hogy még annyit, hogy mint von Gömböldes, fussák neki még egyszer, helicentrizmus integráns része megtévesztésnek mondom én. Erre azt írta ő, hogy sajnálom, ebben nem értünk egyet, mert innentől szeretnék erre reflektálni. Hát ez teljesen rendben van, hogy nem értünk egyet. Már csak azért sem, mert ennek az elmetnek az alapja, hogy mindenki a tudomány és oktatás része hazudik és gonosz. Nem. Ezt így szeretném elmondani, hogy nem ez az alapja, ezt nem tudom, hogy ez honnan. Most rendben van, ő azt mondja, hogy ennek ez az alapja, én meg azt mondom, hogy nem, egyikünknek sem, tehát semmivel nem tudjuk alátámasztani feltétlenül, vagy legalábbis itt nem támasztottuk alá, de azt szeretném mondani, hogy én szeretném azt látni és megérteni, hogy miért mondja ő azt, hogy ennek az elmetnek az az alapja, hogy mindenki a tudományos oktatás is hazudik és gonosz. Nem. Ugyanúgy, hogy a koronavírus kvázi járvány idején sem mondtam azt, hogy minden orvos, aki az hazudik és gonosz, lehet úgy is nem igazat mondani, hogy az ember egyszerűen téved. Például az ember indoktrinálva volt gyerekkorától fogva, vagy éppen az orvosképzés kezdetétől fogva annak végéig, ami ugyebár általában csak néhány évet vesz igénybe, tehát még ennek egy igazából élethosszig tartó folyamatnak kellene lennie. Én amikor ilyen orvosokkal kvázi vitatkoztam és észérveket hoztam föl, és a saját mátrixukon belül cáfoltam általában véve az oltásoknak a szükségességét, akkor a egyik legjellemzőbb ellen, hogy hívják az ott, hogy erre neki nincs ideje. Ez volt konkrétan, ahogy hívják. Tehát ezek az emberek már mindent is tudtak, amikor kikerültek az orvosi egyetemről, onnantól nekik újat nem lehetett mondani, különben is ők a szakemberek. Egyszerűen indoktrináció sokszor elég, hogy hívják a szolgál, és az indoktrinációval párosuló szakmai gőg, az elég, hogy hívják, a magyarázatra szolgál arra, hogy az emberek miért beszélnek hülyeségeket, és sokszor miért beszélnek úgy hülyeségeket, hogy közben ráadásul agresszívak, manipulatívak, leuralók, lesajnálók, stb. Tehát én ezt nem mondtam, és hogyha még ez volna is ennek az elmének az alapja, ami szerintem itt én vitatok, én ezt akkor sem mondom és tartom. Tehát az, hogy mindenki a tudományos oktatásról részéről hazudik, ez gonosz, és gonosz, ez egy rendkívül súlyos általánosítás. Ez egy nagyon súlyos általánosítás. Tehát gonoszságot feltételez rengeteg jószándékű emberről. Ez szükségszerűen, mint következtetés, ugye ebből vonódik le, tehát ez is szükségszerűen téves. Egy világ fejdelme gonosz, így van. Hát ennek a világkorszaknak úgymond, igen, talán jól emlékszem, ha ebben a világkorszakban élünk, itt ugye több probléma is van, de mindegy, most nem menjünk bele, nem ez a lényeg most itt. Sok mindennel megtévesz minket, de azért nem mindennel. Hát a sátán az a hazugságnak az atya, ezt ugye leírja a Biblia, és azt is leírja, hogy az új Jeruzsálemből kimaradnak azok, akik szeretik és szólják a hazugságot, tehát szeretik és megteszik a hamisságot, az álságosságot, a hazugot, sokféleképpen lehet ezt fordítani, tehát mindegy, az, ami nem valós, a nem valóságosat szeretik és megteszik. Ezt csak így mondom. Mert azért Krisztus az Úr. Ez rendben van, de ez megint mennyiben releváns? Tehát honnan lehet ez bizonyítani, sok mindennel megtévesz minket, de azért nem mindennel. Hát ez lehet az embernek ilyen véleménye, de ez így teljesen, hogy mondjam, és akkor ez bizonyít bármit is? Még akkor, ha igaz volna is, ez nem bizonyít semmit. Az ő kegyelme által pedig nem tévesztett meg bármivel a gonosz. Hát ez rajtunk is múlik például. Tehát az, hogy le van írva, ami le van írva a Bibliában, az le van ott írva a Bibliában, azt illendő elfogadni,
és akkor utána ez igazzá is válik. Ugye? Mert ilyen igen nincsen, hogy az ő kegyelme által nem tévesztett meg bármi gonosz. Olyan viszont van, hogy az ő okoskodás, hogy a felbalgatatkozó balgatak szívük meg se tépede. Ugye? Tehát ilyet ír. Olyat is ír a Biblia, hogy tartsd távol majd Timóteus, hogy tartsd, hogy ne foglalkozz a hamisan úgynevezett tudomány ellenvetéseivel. Tehát ilyet például ír a Biblia. Az ő kegyelme miatt van még ember a Földön. Lehet, hogy így van, valószínűleg így van. Ráadásul 8 milliárd, én ezt is kapásból vitatom, én azokkal értek egyet, akik szerint jóval kevesebb ember él a Földön, ugyanis ha összeadjuk úgymond azoknak a nagyvárosoknak az adatait, úgymond, ahol a legtöbb ember él, és ezeknek azért összeadjuk, akkor, és tudjuk azt, hogy az embereknek a túlnyomó része ezekben a városokban él, illetve kisvárosoknak is elég jól lehet tudni, és hogyha ezeket így mind összeadjuk, holnap olyan emberek, akik ezt megtették, és arra jutottak, hogy egyszerűen ez nem jön ki, ez a 8 milliárd, de semmi baj. Az erről a témáról készült videóban elmondom az érveimet. Alapos föld hívőség a leegyszerűsítés a dolgoknak, ami mindig tévedéshez vezet, ám ez is egy általánosítás. Tehát, hogy a leegyszerűsítés a dolgoknak, az, ami mindegy tévedéshez lehet. Hát vannak olyan dolgok, amiket nem kell leegyszerűsíteni egyébként, ezek önmagukban egyszerűek. Tehát mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a világ óceánjainak, ami szükségszerűen és természetéből adódóan, ahogy a szó is mondja, vízszintes. A világ óceánja vízszintesek, és ugye az apály-dagály mozgás kivételével egyébként, meg amikor van egy cunami, tehát azt mondjuk, amikor nyugalmi állapotban vannak a világ óceánjai, akkor semmiféle mérhető vagy érzékelhető görbületük nincsen. Ezt így, ahogy mondom, de olyan szinten, hogy a maga Neil deGrasse Tyson is ellentmond saját magának, amikor egyik posztban mutatja a légpontoláson lévő hidat, ami bizonyos légköri viszonyok között úgy tűnik, mintha a horizont irányában meggörbülne. Másfelől viszont, ugye, és mindezt a légpontolás a partjáról állva fotózva, ugyebár, másfelől viszont égeti a Baumgartner, Felix Baumgartnert amiatt, hogy a Space Jump, legújabb Space Jump ugrás során azt mondta, hogy látta a föld görbületét, és azt mondja, hogy ne ízés, elég ingerülten mondja bele az előadó a hallgatóságának, hogy ne égessétek már magatokat, ne felejezzétek ezt be, ebből a magasságból még nem lehet látni a föld görbületét. És ugye beszélünk basszus kulcs, ez olyan magasság volt a Chávez fönn, hogy úgy nevezték el ezt, hogy Space Jump. És de még onnan se lehet látni, ugye, a föld görbületét, természetesen, mert sehonnan se lehet látni a föld görbületét. De viszont ugye a tó partjánával viszont az, hogy ezt a bizonyos légköri viszonyok mellett ezt a hidat leggörbülni látod a horizont mögött, az viszont bizonyíték. Na, ez a kettő egyszerre nem lehet igaz. Ezt csak így mondom. Tehát remélem, hogy ez így értető. Tehát ez most eléggé leegyszerűsítettem, és remélem, hogy ez érthető, hogy itt ez miért, ez nem tévedés, hanem ez ön ellentmondás. A Neil deGrasse Tyson saját magának mondott ellent. Tehát amikor az van, hogy egy tópartról már lehet látni, ő szerinte, a tónak a görbületét, miközben a Space Jump alkalmával, amikor olyan magasságban volt fel, hogy túlnyomásos izének kell, hogy kellett, hogy legyen rajta ilyen izé, tehát nem is túl, minek hívják ezt, ez a lélegző izé, mint a vadászpilótáknak, tehát ez a maszk, oxigén maszk kellett, hogy legyen rajta, és úgy ugrott ki, meg minden, és meg el is ájult közben, meg mit tudom én, nem emlékszem pontosan, hogy milyen magasságban volt, de eszméletlen nagy magasságban nem volt korábban még ilyen magasságból ember nem ugrott ki, és nem is járt úgymond egy ilyen, hogy hívják on kívül, mert a holdra szállás meg űrsétákat azok nyugodtan felejtsük el, tehát azok a tudományos fantasztikumnak, hogy hívják, ilyenben lehet sorolni, de nagyon szívesen beszélek erről is természetesen, hogy valamikor, hogyha úgy adódik, nem én volnék az egyetlen, nagyon sokan, rengeteg olyan ember van, aki továbbra is gömbföldes, de azzal tisztában van, hogy nem rengeteg, de van néhány ilyen, aki tudja, hogy a NASA az akkor hazudik csak, amikor kinyitja a száját, vagy amikor közzétesz bármit. Jó, tehát ez csak ennyi. Az összeesküvés elméletek alapja a gonosz. Értem. Jó. Ezt hol olvastad? Vagy miből jutottál erre? Szeretném megkérdezni azt, hogy mi a definíciód az összeesküvés elméletek kapcsán, és hogyha van bármiféle épkézláb definíciód, akkor miért mondod azt, hogy összeesküvés elmélet. Azt szeretném kérni, egy olyan definícióval állj elő, ami a szavak és a szavak által lefedett értelem között valamiféle összeköttetés van. Tehát, hogy egy olyan definícióval állj elő. Tehát ne azt magyarázz el nekem, hogy milyen az összeesküvés elmélet, hanem az, hogy mi
egy összeesküvés elmélet, mitől összeesküvés elmélet, és mi az összeesküvés elmélet kifejezés által közvetített valóság, illetve maga az összeesküvés elmélet, mint definíció, mint konkrét szavakból, betűkből, hangokból álló definíció, amelyek között is ott szerepel az, hogy össze, az is, hogy esküvés, és az is, hogy elmélet. Ezek között mi az összeköttetés, mi a kapcsolat, és miért ezzel a szóval jelölöd azt, amit te összeesküvés elméletnek gondolsz. Ezt nekem vezesd le, magyarázd el, és akkor ha ezt ügyesen és értelmesen és logikusan és őszintén és hitelesen meg tudod csinálni, akkor el fogom hinni, tudom, hogy miről, hogy tudod, hogy miről beszélsz. Egyébként én azt mondom így most így, őszintén mondom, hogy bennem az a nagyon-nagyon erős benyomás alakult ki, hogy te sem tudod, hogy miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy összeesküvés elmélet. Magáról akarja elterülni a figyelmet. Hát ha a gonosz magáról akarja elterülni a figyelmet, akkor nagyon bénán csinálja. Tehát amit most történt az elmúlt néhány évben, ezt nagyon-nagyon bénán csinálta. Ezt most is fölnézek az égre, most éppen nem, de mondjuk néhány órája szanaszét volt csíkozva az ég. Ugye? És szépen lassan terültek szét ezek a csíkok. Én keresztbe kasul, ahogy ez szokás. Valaki nemrég hívta fel a figyelmet arra, hogy éjszaka is nyomják ezt, és fölnéztem tényleg az ég, amikor teli hold volt, vagy közel teli hold, éjszaka az égre, és láttam, hogy tényleg szét van csíkozva éjszaka is az ég, és akkor ilyenkor még nekünk meg fáj a fejünk, meg taknyunk, nyálunk, egybefolyik, stb. Minden bajunk van, meg mit tudom én, ugye? És ugye azt mondják, hogy hát madárinfluenza van, hát tessék bennünket befejezni azzal, hogy befejezni azt, hogy bennünket alkohollal, alumíniummal, meg báriummal, meg stronciummal, meg grafén oxiddal permeteznek, meg más egyéb mindenféle nyavajával, nem tudjuk, hogy mi, de mágnesezhető, ugye? Tessék ezt befejezni, és akkor nem lesz sem madárinfluenza, se Covid, meg semmi ilyesmi, ez ennyire egyszerű. Jó, tehát ez, hogy magáról akar elterelni a figyelmet, hát én ebben nem mennék bele, ezt, hogy ezt mondom, ezt ők csinálják, a gonosz magáról szeretné elterelni a figyelmet, akkor nagyon rosszul csinálja. Ezt jobb, ha tudod. Hát nagyon szépen köszönöm, tehát, hogy jó, hogy jó. Nem, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy a szabadkőmesek által vezetett világ az cinikusan és zsizél, gúnyosan a pofánkba nyomja a hazugságait, meg minden, és még azt is elmondja, és a tudomásunkra hozza, hogy ezt miért csinálja, csak éppen néhányan annyira korlátoltak és annyira indoktrináltak, hogy ezt nem veszik észre. Minden esetre nem üdvösségi kérdés, hogy valaki abban hiszi, hogy a föld lapos vagy gömbölyű. Én is sokáig ezt így gondoltam, és talán még most is. Ez az, hogy üdvösség. Mit jelent az, hogy üdvösség? Én is nagyon sokat dobálóztam ezzel a szóval, amikor tudtam volna, hogy mit jelent. Mit jelent az, hogy üdvösség? Mit jelent az, hogy üdvösségi kérdés? Üdvösségi kérdés az körülbelül értem, hogy mit akar jelenteni, de mit jelent az, hogy üdvösség? Aminek aztán ez a kérdésévé válik, vagy nem. Mit jelent az üdvösség? Ugye az eredeti értelme szerint azt jelenti, hogy kiszabadulás, megszabadulás. Tehát amikor az van, hogy az ember kiszabadul nehézségeiből, stb. Végső soron nyilvánvalóan, amennyire én ezt értem, és ahogy én erről gondolkodom, de javíts ki, hogy módosítsd ezt a definíciómat, tehát arról szól, hogy az ember az örök sorsát, az örök életét azt hol éli le, és az, hogyha az embernek üdvössége van, ez azt jelenti, hogy azt a mindenhatónak, a teremtőnek, Jézus Krisztusnak a társaságában, közelségében, halhatatlanságban és szenvedésektől mentesen éli. Nem kínok között, hanem örökös öröm, úgymond, és jó lényeknek a társaságában, és vigasztaltatva, és örvendezve. Tehát, hogy így éli, úgymond, az életét. Én szerintem ez az. Az üdvösségi kérdés. Na most, amikor az van, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Új Jeruzsálemnek a kapuin nem megy be senki, aki szereti és szólja a hazugságot, akkor én azt mondom, hogy ez annyiban lehet üdvösségi kérdés, hogy amennyiben az ember ezt hirdeti. Tehát én szerintem ennek alapján, aki a heliocentrizmust hirdeti, az nem mehet be az Új Jeruzsálembe. A te elméleted szerint, ha pedig következetes vagy, vagy a te meggyőződésed szerint, ha következetes vagy a Bibliához és magadhoz, akkor azt mondod, akkor te lényegében azt tartod, hogy aki a geocentrizmust hirdeti, az nem mehet be az Új Jeruzsálembe. Elnézést, csak legyünk őszinték egymással. Ez igenis üdvösségi kérdés annyiban, amennyiben az ember ezt fölvállalja, ezt a meggyőződését, illetve ennek a meggyőződésének az alapján és értelmében cselekszik.
Tehát igen, a mindenki, egyébként amikor azt mondjátok, hogy mi lapos föld, és vagyunk, és hogy abban hiszünk, hogy a föld lapos, én abban hiszek, hogy a föld általunk járt és érzékelt felülete az terepasztalszerű, azaz többé-kevésbé, tehát ő görbülete egy folyamatosan és konstans módon kiszámítható és érzékelhető görbülete nincsen. Igen. Az, hogy most lefelé mi van, tehát én nem mondom azt, hogy úgy néz ki, mint egy palacsinta, vagy egy tepsi, vagy egy pizza, vagy én nem tudom mi, de egy diszkosz, hanem egyszerűen az általunk járt, érzékelt, tapintott, a lábainkkal ezen járt, illetve amikor úszunk, akkor a testünkkel a víz felszínén, többnyire, hogy a víz felszínéhez közel úszva, akkor mindig vízszintesen úszunk és hajózunk. Illetve amikor vitorlázunk, illetve repülőgépen repülünk, ahogy a név is mondja, hogy airplane, plane, tehát ez azt jelenti, hogy aeroplane angolosan szólva, nem amerikaiasul szólva. Aeroplane az azt jelenti, hogy léggyalú, gyalúval is egyenesen gyalulunk alapértelmezésben. Hogyha nem egyenesen, hanem egy körívet gyalulunk, akkor folyamatosan úgymond követnünk kell a körívet, akkor nyilván az gyalut is egy kicsit másképp kell beállítani, és ez nyilvánvalóan egy kihívás, ez nem magától értetődő, ez nem annyira egyszerű és magától értetődő, mint egy egyenes, többé-kevésbé egyenes dolgot legyalulni. Ahogy a víz szintesnek a nevében is benne van, a víznek a felszíne az víz szintes, nincsen benne semmiféle fajta görbület. Rengeteg ilyen izét hallottam, meg láttam, én nagyon sok nagyon-nagyon őszintétlen és inkorrekt cáfolatot ez ügyben. Például, hogy ott van egy szökőkút, és oldalirányba megy ki a víz, ugyebár, hát persze. Tehát amikor egy nyomás alatt lévő vízből, egy csőből, ilyen 45 fokos szögben, vagy 60 fokos szögben kilövünk egy ízét, egy vízsugarat, az természetesen az ott görbe lesz, ahogy megpróbál visszatérni az eredeti nyugalmi állapotban értelmezett vízszintes állapotához. Amikor egy apró kis vízcseppről beszélünk, akkor nyilvánvalóan a felületi feszültség hatására, akár a eső formájában van ez, akár egy hidrofób felületen, ott egy nyilvánvalóan egy darab vízcsepp az egy ilyen, hogy hívják, ott fog fölvenni. Ha több vízcseppről van szó, egy kicsit nagyobb területű, akkor csak a szélei fogják ezt fölvenni, de a közepe azonnal elkezd kilaposodni, hogyha egy vízcseppnél nagyobb, és maga az egy vízcsepp sem tökéletesen kör alakú nyilvánvalóan, soha. Ugye? Miért? Nem a gravitáció miatt, hanem a sűrűségbeli különbség miatt. Ugye? Meg az alátámasztott sem. Alá van-e támasztva valamivel, vagy sem? Ha pedig a levegőben száll, akkor pedig a levegő mind közeg az hatással van a vízcseppnek az alakjára, és a vízcseppnek az alakját a levegőhez képest a levegőben való haladása, a levegőnek mint közegnek rá gyakorolt hatása, a légellenállás, illetve a vízcseppnek a felületi feszültsége fogja meghatározni. Ha csak levegőről beszélünk, tehát nyilván akkor benne van a légnyomás, a levegőnek, illetve a víznek a hőmérséklet, nyilván kettő nagyon gyorsan ki fog egyenlítődni, de a lényeg talán érthető. A mindenki hazudik elmélet pedig sajnos az ego hizlalására is jó, megint megismétlen, ez egy Strowman, hogy hívják, ez egy szalmabed érvelés, nem mondom én azt, hogy mindenki hazudik, olyan is van, hogy sok ember téved, én nem azt mondom, hogy mindenki hazudik, nagyon kevés ember hazudik tudatosan és szándékosan, azoknak az embereknek nincsen igaza, a legnagyobb része az téved, illetve amikor hazudik, akkor azért hazudik, mert a tévedését próbálja úgymond megvédeni, de még ebben az esetben sem, a legtöbb esetben igazából nincsen tudatában annak, hogy hazudik. Tehát ez is valamilyen szinten úgymond a tévedés kategóriájába sorolható. Sajnos mindenki hazudik el, pedig sajnos az ego hizlalására jó, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopterelván, szóval nem. A mi esetünkben nyilvánvalóan nem, megmondom miért nem, mert nem mindenki hülye. Tehát én mellettem a Biblia áll, te mellette pedig a NASA. Meg a szabadkőműves, meg sátánista, meg pedó, meg náci, meg jezsuita összeesküvés. Tehát ez, csak hogy értsed és világosan is tudjál róla, tehát ezt védelmezed, te ezekben hiszel, ennek hiszel, én pedig a mindenható Istennek és Mózesnek, akire rábízta az ő beszédét, hogy írja le legalábbis a teremtés
könyvét mindenféleképpen, aztán ugye a zsoltároknak, aztán jó könyvének, stb., ahol egyetlen egy olyan ige nincsen, amelyik egyértelműen és világosan azt állítja vagy bizonyítja, hogy a Föld az egy légüres vákumban, tehát egy vákumban, üres, hideg, sötét vákumban keringő golyóbb is volna. Azt viszont írja nem egy és nem két helyen a Biblia, hogy a Föld fölé egy kupola, egy boltozat, egy dom lett teremtve, amiben bele lettek rajta az égi testek. A Föld már megvolt, mikor az ég lett teremtve, illetve amikor ezek a világító testek lettek teremtve. És azt is nyilvánvalóvá tesz a Biblia nem egy és nem két helyen, hogy ez a boltozat választotta el eredetileg a vizeket a vizektől. A boltozat alatt lévő vizek, azok a Föld összegyűltek egy helyre az Isten parancsára, ezekből lett a tenger. A boltozat felett levő vizek a Dávid zsoltárainak az írása idejében továbbra is a boltozat fölött voltak. Az özönvíz során ezek szakadtak le, és valószínűleg nyilvánvalóan, mivel Noé előbb élt, mint Dávid, oda-vissza is takarodtak ezután. Ezt leírja a Biblia, ezt írja a Biblia, azt viszont sehol nem írja, és a Biblia igenis, a Bibliának van több szava a kerek, és mármint a gömbölyűnek, a gömbnek, a geoidnak, ezzel a már hazug definíció, vagy hazug pontosabban kifejezéssel élve, tehát ezeknek a leírására, tehát létezik a Bibliában olyan szó, hogy amit alapértelmezésben koponyát jelent, emberi koponyát, ebből származik ugye a görgetés szó, a gurítás, stb. Létezik olyan, hogy labda, és létezik olyan szó is, hogy tehát, amit ma úgy mondják, hogy sphere angolul, tehát legalább kettő, de igazából azt hiszem, hogy három olyan szó van, amik mindegyik gömböt igazából jelent, vagy labdát, vagy golyót. Ezek közül a Földre ezt egyiket sem használja egyszer sem a Biblia, egyszer sem. Amit viszont használ rá, azt írja, hogy kerek, ami a gyengébe kedvére a kerek nem egyezik meg a gömbölyűvel. Ugyanis amikor te az iskolában jártál, nem tudom, te hogy voltál vele, de mi azt mondtuk, hogy adj egy kockás lapot, akkor a tanárnő ránk szólt, hogy nem kockás, hanem négyzetrácsos. Ugye? Tehát nem a kocka, meg a négyzet, az nem ugyanaz. A 2 és a 3D az nem ugyanaz. Ugye? Csak azért mondom, mert hogyha például 2D-ben, tehát csak hogy világos legyen, ez mennyire nem mindegy. Tehát amikor te rendelsz egy 3D printert, azért, mert egy házat szeretnél vele építeni, vagy hogyha kisebb léptékben, akkor egy autómodellt, vagy bármi hasonló ilyen játékot, egy 3D printer, és helyette neked az Amazon kiszállít egy 2D printert, akkor nem fogsz örülni. Miért? Azért, mert a kettő nem ugyanaz. Tehát a kerekség, a kör, a circle, az nem egyenlő a globusszal. Az nem egyenlő a golyóval. Az nem egyenlő a szférával, a sphere. Az nem ugyanaz. Egy kör és egy gömb az nem ugyanaz. És elnézést, hogy most, hogyha tiszteletlennek hatok, akkor ez nem tiszteletlenség miatt csinálom, hanem egyszerűen azért, mert az igazságot jobban szeretem, szerintem az igazság fontosabb, mint a barátság. Én olyan barátokat szeretnék, akik igazat mondanak. Jó, ez már csak azért sem, mert ezek a barátságok legkésőbb akkor az olyan barátságok, amik nem igazságon alapulnak, azok legkésőbb akkor megszűnnek, amikor én belépek az Új Jeruzsálem kapuján, a másik barát, a barátom meg nem. Mert ezért lenne nagyon fontos, hogy igazat beszéljünk, hogy meg is van írva, ki szóljon igazat az ő fele barátjával. Tehát ez a konteó is arra szolgál, hogy elválasztom minket egymásról, megismétlem, mi az, hogy konteó, kérekezünk meg definíciót, mitől az, és az, hogy arra szolgál, hogy elválasztom bennünket, akkor szerintem higgyünk a Máriának az örök szüzességében, és higgyünk abban is, hogy a pápa az az Isten földi helytartója, és higgyünk az összes ilyen katolikus dogmában, hogy Mária az ég királynő, és stb. Minden ilyenben higgyünk, és akkor még nagyobb lesz az egység, és akkor nem leszünk elválasztva egymástól. Ez nem, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon rossz érv, hogy ez is csak arra, hogy és fizessünk tizedet, mindannyian fizessünk tizedet a HG vezetőinek, vagy a jehovistáknak, mert itt tudom én, mert csak elválaszt ez bennünket. Ez nem, tehát csak azt szeretném, hogy ráébredjél, hogy ez mennyire rossz érv, hogy ez a konteó arra, hogy elválasztom bennünket egymást, akkor te miért írsz a jehovisták ellen?
Hát csak elválasztod az embereket egymástól. Ki hatalmasabb, ki nagyobb, ki erősebb, ki befolyásosabb, te vagy a jehovisták? A jehovisták. Akkor minek akarod itt elválasztani az embereket? Te is menj oda-vissza, csatlakozz oda-vissza, stb. Kérjél elnézést, hogy elválasztottad itt az embereket egymástól, meg mit tudom én, és lészen nagy egység, és lészen nagy boldogság. A szétdobál a diabolosz pedig a sátán. Igen, aki szétdobálta égi testeket is, miközben azok igazából egy helyen vannak, ahogy a Biblia is írja. Ahogy lettek téve az ég boltozatába. No, aki külön buborékokba akar minket nyomorgatni. Hát ezt megint csak nem írja az írás. A külön infobubble az, a YouTube meg más egyéb algoritmus a köszönhető, az infobubble. Javaslom ezt a csatornát, magyar nyelvű infobubble, nagyon-nagyon sok jó anyag van itt, van több változata is már. Az Yahoo útja, még így is van. Én nem mindenben értek egyet ezzel a srácok, meg minden, de ezt a bibliai kozmológiát, ezt nagyon-nagyon korrektül végig tárgyalja. Nagyon sok videóban, nagyon sok évvel ezelőtt ezt elkezdte, és nagyon korrekt, és nagyon érdemes meghallgatni. Istent ismerve pedig biztosan gömbölyvet, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy hoztad össze, de hát el tudod. A gömbölyv ugyanis sokkal tökéletesebb, mint a lapos. Édes Istenem, hát hogyha egy ízéről beszélünk, egy lufiról, akkor ez mindenféleképpen így van. Ha viszont egy pizzáról vagy egy palacsintáról beszélünk, akkor nem biztos, hogy egyet, mert hogy eszel meg egy gömbölyű pizzát, vagy egy gömbölyű palacsintát, attól függ, ugye, vagy hogyha szeretnél valamin járkálni például. Tehát, hogyha egy lapos felületen szeretnél járkálni, vagy egy bazinagy, hogy hívják on, focilabdán, akkor próbálkozhatsz. A gravitáció tart egy elvileg téged rajta, úgymond ezen a bazinagy focilabdán. A probléma a gravitációval az, hogy ez egy bizonyítatlan elmélet. No, és mindazt, amit mi, az okos tónik a gravitációnak tulajdonítanak, azt tökéletesen leírható, és elmagyarázható, és modellezhető hiba nélkül a sűrűségbeli különbséggel, amiből következik a felhajtó erő, illetve egyszerűen csak az, hogy bizonyos, tehát a közeghez képest egy bizonyos szilárd, úgymond, vagy meghatározott határfallal, kvázi őt körül határoló falra rendelkező test, az abban süllyed, vagy pedig emelkedik. De még a folyadékoknak a rétegződése is akár. Akár a meleg levegő rétegződése egy bojlerben, az is tökéletesen elmagyarázható, nem kell oda gravitáció. Egyszerűen ami melegebb, és ugyanolyan sűrűségű alapértelmezésben azon a hőmérsékleten, hogyha valami melegebb, akkor az könnyebbé válik, legalábbis a folyadékok és a gázok tekintetben biztos, hogy így van. Valószínűleg a szilárd testek tekintetében is így van, de azzal én még nem foglalkoztam. Nyilvánvalóan, hogy a tágulás eredményeképpen, ami hőre tágul, arra az mindez igaz. Jó, tehát ez egy baromság, hogy a gömbölyű jön is sokkal tökéletesebb, mint lapos. Nem, az a kérdés, hogy a funkció tekintetében melyik. Na, Isten ugye azt akarta volna, hogy egy gömböt akkor azt mondta volna, hogy azt teremte. Nem mondja ezt sehol. Ez sehol nem mondja, ez ennyire egyszerű. Ez a mi emberi okoskodásunk az, hogy a gömbölyűre azt mondjuk, hogy tökéletesebb, mint a lapos. Hát pont arra, amire Isten a Földet teremtette, lakásul, stb. És ahogy le van írva, hogy hivatkozik rá, hogy a Földnek négy szeglete van, stb. Az, hogy az ég az a Földre van alapítva, így, ahogy mondtam, konkrétan. Az égnek is oszlopai vannak, a Földnek is oszlopai vannak, stb. Tehát elnézést kérek, tehát nem. A leegyszerűsítő magyarázatok sosem igazak. Nem. Én például nekem volt egy gömbföldes ismerősöm, úgy hívták, hogy Kalocsai Dániel, és ő például nekem leegyszerűsítve elmagyarázta azt, hogy miért nagyon rossz érve a laposföld mellett az, hogy nem érzékelünk semmit, így mi konkrétan empirikusan nem érzékelünk semmit a föld állítólagos forgásából, ami az egyenlítőnek a mentén úgymond 1000 mérföld per órának felel meg. Egyébként miért nem érzékelünk semmit, és ez teljesen leegyszerűsítve, sőt, én több lépcsőben levezetve elmagyarázta nekem, és beláttam, hogy ugyan én nem fogadom azt el, hogy a Föld az forog a saját tengelyek körül, de ha forogna is a saját tengelyek körül, én azt nem érzékelném feltétlenül, ugyanis nem egy, hogy hívják, körül forog, és szerintem az Erik Dübének is ebben ugyan nincsen, nem, ezért nem teljesen jó az, amit mond, ugyanis az állítólagos forgása a Földnek az nem egy csapágy körül van, hanem a légüres térben, a semmiben, ugye? És ebből elvileg tényleg nem, mert és azt a módszert használta föl, hogy
hogy elmagyarázta nekem, hogy képzeljék el egy vonatot, ami száguld nagyon gyorsan, egy hogy hívják, egy bizonyos körében. És akkor elkezdte magyarázni, és így tudtam követni a gondolat menetét. És ugye azt mondta, hogy először egy kisebb körön, aztán egyre nagyobb körében, stb. És azt mondta, hogy egy akkora körében halad már, mondjuk ez a valami, ami ez a mozdony, amekkor a Földnek az állítólagos átmérője, nem átmérője, hanem minek hívják ezt, na, nem a sugar, annak a duplája. Tudjátok mi ez, na, amit D-vel szoktunk ott jelezni iskolában. De átmérő, ugye, vagy nem a kerülettel kevertem össze, de átmérő, igen, talán az a szó. Na, a lényeg, tehát hogyha az, akkor tényleg nem érzékelném ezt konkrétan. És ez teljesen jogos, és teljesen korrekt, és teljesen rendben van. A probléma az, ez egyszerűen egy rossz érv, egy jó állítás mellett egy rossz érv volt az, amit én használtam. Értitek? Jó? Tehát pedig, de és ez leegyszerűsítő módszerrel magyaráztál nekem, és így értettem meg. Tehát nincs semmi probléma azzal, hogyha valamit leegyszerűsítünk, ha úgy egyszerűsítünk le, hogy igazából az összes, hogy hívják, az tekintetben van véve. Tehát, hogyha a parallel, úgymond a hasonlat, az nem szalmabád, úgymond érvelés, tehát nem butítja le. A lebutítás meg a leegyszerűsítés az nem ugyanaz. Tehát, hogyha az összes aspektus, az összes, hogy hívják, attribútum tekintetben van véve, és így van leegyszerűsítve, akkor az éppen, hogy egy nagyon jó módszer. Jó. Sajnos ez is szektás gondolkodás. Hát jó, oké, rendben van. Jó, hát te ezt mondod, jó. Én meg azt mondom, hogy a heliocentrizmus egy bazi nagy szekta, és nem attól lesz valami szektás, úgymond ezt én már megkaptam a vakcinákkal kapcsolatban is annak idején, hogy szektás gondolkodás. Igen, szektás gondolkodás. Ez elnézést, ez name calling, tehát ez megint egy, ez nem egy érvényes érv. A lelki sérülteknek találták ki. Hát én szerintem a lelki sérülést az okozza, hogyha valaki abban hisz, hogy egyszerre azt gondolja ő magára, hogy a keresztény és a Teremtő Istenben voltak éppen hisz, és közben úgy, hogy igazából, amit ő mondott, és hogy a Teremtés könyve le van írva, és ami Zsoltárok könyve, meg a Jobb könyve, meg egy csomó más profétai könyvben le van írva, az hülyeség, és nem úgy igaz, és igazából hát az okoz lelki sérülést. Ugyanis hogy lehet egy olyan Istennek elhinni azt, hogy Jézust értünk odaadta, aki igazából már akkor hazudott, vagy akkor hülyének nézett minket, vagy akkor lekicsinyelt bennünket, amikor leírta azt, vagy leíratta azt, hogy hogyan teremtette a Földet. Általában a szektákhoz tartozók hisznek benne több más összeesküvés elmélet mellett. Ez megint egy rendkívül rossz érv, és ez egy általánosító érv, és semmivel nincsen alátámasztva. Milyen megint csak itt van ez az összes. Ez komolyan mondom, tehát ez egy rendkívül súlyos korlátoltságra van, hogy valaki ilyet állít, hogy általában a szektákhoz tartozók hisznek benne több más összeesküvés mellett. És akkor mi van? Még ha ez igaz volna, és akkor mi van? Nem ez a kérdés. Ez irreleváns. Az a kérdés, hogy valami igaz-e, vagy sem. Ennyi. De ebből is van gyógyulás, megvilágosodás. Hát ez így, köszi szépen, hogy ezt így leírtad, hogy megvilágosodás, mert ez illumináció. Tehát így nagyon jól, tehát itt saját maga, Freud jelszólás, ezt úgy hívják, hogy megvilágosodás. Jézus Krisztusban, hát Jézus Krisztus, úgymond ő maga a fény. Úgymond az atya mondta azt, hogy három ilyen dolog van, amit Isten magáról így mond, kijelentett, az egyik az, hogy Isten a szeretet, Isten a megemésztő tűz, és Isten világosság, azaz fény. Úgyhogy Istentől lehet igazi megvilágosodást nyerni, mert ő maga a fény. És világoltasd az arcodat, fényét ránk, ugye az Ároni áldásban is ez szerepel. Na most ez az Isten azt mondta, ez az Isten, aki maga a fény, azt mondta, hogy legyen világosság, ez már megvolt akkor, mielőtt még nap lett volna, a Föld már megvolt, mielőtt még világosság lett volna. Először volt Föld, azután volt világosság, azután lett égbolt, azután lettek fák, meg növények, és csak azután lett nap. Na ez az Isten, ez aki egy ilyen mérnök, mint amilyen mérnök, ami Istenünk, aki ezt az egész Földet teremtett, és mindazt, ami benne van. Ez, hogyha először teremtette volna, hogyha a Földet a nap körül keringtetné, akkor egy rendkívül béna mérnök. Ennyit szeretnék csak mondani. Azt mondja, hogy Jézus gyógyítsa be fájú lelkedek, köszönöm szépen, hát ez egy nagyon jó kívánság, és abszolút rá is szorulok, de... Én fontosabbnak tartom azt, hogy az ember inkább
hogy mondjam, higgyen az igazságnak, és az igazi Istenhez, aki maga az igazság, a Szent Szellem az igazság, a valóság szelleme, tehát ő rá támaszkodjon, és ő benne higgyen, semmint sátánisták, és nácik, és okkultisták, és gyerek, hogy hívják olok, meg szabadkülönveseknek egy katasztrofálisan és megdöbbentően buta és primitív hazugságának. Na, köszöntöm szépen, és minden jót neked is, és mindannyiótoknak. Nagyon jó debétek vannak fönn ez ügyben, nem sok, mert nagyon, erre a Neil deGrasse Tysont is régóta kapacitálják már, hogy ugyan egyszer az Eric Dubéjjel vitázni, vagy akárki mással, nem került rá sor. Ez úgynevezett professzor Dave, ugye, akinek ugye rendszeresen föltolja a YouTube, és állandóan az ő videóit adja, dobja föl természetesen ezekben a kérdésekben. Ő is vitatkozott nem olyan régen a hívjákkal, milyen Witset, a Robert Polisher, azt hiszem, az a YouTube csatornája, ő vele. Egy rövid összefoglalót láttam, mert ez a srác föltöltött belőle, meg minden. Teljesen nyilvánvaló, hogy a srácnak fogalma sincsen arra, hogy hogyan kell vitázni, nem tudja mi az, hogy érv, nem tudja mi az, hogy korrekt érvelés. A csávó már akkor is félrevezette a hallgatóságát, és félrevezet, amikor úgy hívja magát, hogy professzor Dave, nem az, hogy nem, hogy professzor, de még ennél alacsonyabb, hogy hívják, ott sem végzett el. Sem nincsen ez a semmi probléma, a államilag szervezett képzés az a legjobb, nagyon-nagyon sok esetben és sok tekintetben hazugságon alapul, és a hazugságnak a kérdés nélküli elfogadásán alapul. Ezzel nem volna önmagában semmi probléma. A probléma azzal van, amikor magát valaki professzornak nevezi úgy, miközben igazából még egy alacsonyabb szintű képesítése sincsen. Hát ez egy rendkívül inkorrekt, gúnyolódó, és egy őszintén szólva nem egy okos ember. Ráadásul neki ugye keze alá dolgoznak, meg mit tudom én, mesterségesen van így fölfújva, meg minden. De az a lényeg, hogy volt ez a Greg Locke és a Dean Odo, akik nem olyan régen vitatkoztak, egymással botrányba fulladt az egész, mert a gömbföldes úgynevezett pásztor lezavarta őt a hívjákról, nem engedte meg azt, hogy befejezze a mondandóját, nem engedte meg azt, hogy azokat a barátainak is szót adjon, akiket direkt ebből az alkalommal hívott meg. Rendkívül inkorrekt volt már a kezdetétől fogva, nem mondta meg, hogy mik lesznek a vitának, úgymond a folyamata, a menete. Az utolsó pillanatig szórakozott vele, túráztat, és a legvégén ráhívta a rendőröket. Na, szóval erről ennyit. Ez egy gömbföldes pásztor, úgynevezett pásztor. Én is elképesztő gyűlöletet, elképesztő indulatokat, de azt mondanám, hogy sátáni, kifejezetten sátáni indulatot tapasztalok azoknak az embereknek a részéről, akik magukat gömbföldeseknek vallják. Úgyhogy már ez önmagában, ezt tudom, hogy nem érv, de önmagában már egy nagyon fontos jelzés az ügyben, hogy itt ennek a dolognak ez a dolog, ez túlmutat önmagán, kvázi. Tehát ez nem csak arról szól, hogy most a Föld az kvázi lapos vagy sem, úgymond, vagy gömbölyű vagy sem, hanem arról szól, megismétlem, nagyon sokszor elmondtam már, de megismétlem még egyszer. Egy, arról szól, hogy Isten és vagy Mózes igazat mondta-e vagy sem. Kettő, az, hogy ilyen látszólag irreleváns kérdésben ekkora erőfeszítés és ennyi pénzt ölnek bele, akkor ennek biztos, hogy van jelentősége. És ha ezt az ember fölfogja, utána fogja csak, tehát nagyon sok dolog, amivel kapcsolatban odáig egyszerűen azért nem foglalkozott, és azért nem hitte el a nyilvánvalót, nem volt hajlandó belegondolni sem abban, hogy esetleg ezek az nekem hazudnak, mert egyszerűen nem volt képes fölfogni azt, hogy a hazugságnak és a gonoszságnak ekkora amplitúdójával áll szemben, illetve ekkora amplitúdóját tapasztalja. Ezekre a dolgokra utána úgymond a lelki befogadó képessége fölnyílik, miután megérti azt, hogy egy ilyen kérdésben ekkorát hazudtak, és ilyen régóta ennyi pénzt ölnek ebbe, és erőfeszítést, és cenzúrát, és mindent alkalmaznak ezzel kapcsolatban azért, hogy Istent meghazudtolják, és az ő teremtését, és ezáltal a teljes Bibliát úgymond, hogy mondják az ilyet, devalválják, vagy de-legitimize, ezt nem tudom, de-legitimizálják, nem tudom, hogy létezik egy ilyen magyar szó. Degradálják az mindenféleképpen, de ez több, mint degradáció, tehát ez konkrétan azt mondja, hogy az egészet úgy, ahogy van, nem kell komolyan menni. Tehát, hogy a Biblia első néhány mondata nem igaz, akkor miért lenne bármelyik másik ezután következő mondata
igaz, ez ennyire egyszerű. Na, minden jót nektek, köszönöm szépen!